Dr. Vankó András nem ismeretlen a harasztiak előtt. Tavaly áprilisban látogatott el ide Budafokról, majd ősszel néhány képe látható volt a Budafoki Fotóklub kúriabeli kiállításán. A formálódó kulturális barátság jegyében most önálló fotóanyaggal mutatkozik be. A Fotóklub Boroszlán Bece nevű fotósa a 60-as évek óta fotózik, szenvedélyét gyermekei számára is átadta, fia az MTI-ben operatőr. Kedvenc kikapcsolódása a motorozás és a kirándulás, ahol fotógyűjteményét gyarapítja. A kiállítást a Dunaharaszti Zeneiskola tanára, Horváth Kornél zongora művész játékát követően Petsz Nándor művelődési referens nyitja meg. Szeretettel várjuk a fotózás kedvelőit február 26-án pénteken 18 órakor a Laffert kúriába. Folytatódik a tavaly megkezdett kapcsolatok sorozat, most az empátia fontosságáról lesz szó. Előadó Turzó Marian. Mindenkit szeretettel várunk február 27-én 17 órára. A belépés díjtalan. A kapcsolatok következő részében pedig az energialégzésről lesz szó. Molnár Erika légzéstréner tart előadást, melynek alkalmazása segíthet a betegségek gyógyításában, az energiaszint emelésében és saját képességeink kibontakoztatásában. A téma iránt érdeklődőket várjuk szeretettel a Laffert kúriába március 12-én 17 órára. A belépés díjtalan. A Dunaharaszti Városi Könyvtár ünnepi nyitvatartása a következőképpen alakul. Március 12-én szombaton 9-től 13 óráig, március 13-án vasárnap zárva, március 14-én hétfőn zárva, és március 15-én kedden zárva tart. Március 16-án szerdán 10-től 12 óráig, és 13-tól 18 óráig várják az érdeklődőket. Kedves gyerekek, a József Attila Művelődési Ház és az Alkotók Dunaharaszti Egyesülete sok meglepetéssel és szeretettel vár titeket 2016. március 19-én szombaton 14 órakor a Húsvéti Játszóházba. A programban szerepel húsvéti kézműves foglalkozás, mézes kalács készítés, tojásfestés, továbbá lesz kakaó, kalács, zenés mesesarok, arcfestés és lufi bohóc, valamint akvarell készítés. Helyszín a József Attila Művelődési Ház. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak a résztvevők. A Dunaharaszti Városi Könyvtár dolgozói mindenkit szeretettel várnak 2016. március 17-én 18 órától Komlós Ferenc haraszti mérnök előadására. Az előadás címe Mivel fogunk fűteni? A hőszivattyú alkalmazásáról, a fenntartható jövő lehetséges energiaforrásáról lesz szó. A belépés itt is díjtalan. A Magyar Vöröskereszt Dunaharaszti szervezete 2016. március 31-én csütörtökön 13-tól 18.30-ig véradást tart a József Attila Művelődési Házban. Soha ne feledkezzünk meg azokról, akiknek az élete múlhat rajta. Kérjük, adjon vért!